Üdvözlöm kedves barátaim, pár szóban elmesélnék, milyen jó volt a Szekér Fesztivál Rádha Játra. Gondolom sokan voltatok, akik nem voltak, számotokra elmondom, hogy találkoztunk Vörösmarty téren, jó nagy szekérrel, ott volt a Jagannath, az univerzum ura, és húztunk a szekeret nagy Hare Krishna fesztivállal egész Városligetig. Városligetbe érkeztünk délután, ugye 2-kor indultunk Vörösmarty tértől. Utána megérkeztünk, és ott volt sok finomság, büfé, vásár, volt egy nagyon jó színpadi program, ott volt Shiva Ramaswami, biztos sokan ismertek, és a végén 3 órás, 7-től 10-ig Kirtan Fest. Azt nem is vártunk, hogy milyen sikeres volt, hihetetlen. Annyira sokan részt vettek, több százan voltak, majd nézzétek a videót, csodálatos volt, hihetetlen hányan voltak. Nagyon sokan voltak, és sajnos 10-kor kellett abba hagynunk, de lehetett volna reggel 5-ig is csinálni. Akkor ez mellett tavaly volt búcsú próba, Kirtan Fest a búcsúban, és habár tervünk volt csak 2 napra, péntek meg szombat, és szombaton este, amikor befejeztünk, mondtam kedves vendégeink, köszönjük szépen, 1 év múlva találkozunk, akkor sokan mondtak, várjál, hogy nem lesz holnap vasárnap program. Nem mondtunk, hát mi csak ennyit terveztünk. Hát mi azért utaztunk le, azért itt maradtunk éjszakákra, hogy részt vegyünk Kirtan Festen. Akkor még Kirtan Jam volt a neve, csak most közben átneveztünk. Akkor
megbeszéltünk zenészekkel, és maradtunk vasárnap. Szóval azóta fejlődött a csapat, sok minden fejlődött, és most újra Krisna Vügya búcsúba, a videó leíráshoz fogtok látni linket, ahol a búcsúról lesz információ, hogy mikor lesz, hogyan oda lehet eljutni, és megint fogunk várni, 5 órától fogok kezdődni mindenki a Kirtan Fest. Egész napos program lesz a nagy sátorba, a búcsúba, ugyanakkor nálunk is a Spirit Ápon lesz egész napos program, lesznek előadások, lesznek vendégelőadók, a színpadon is lesz, a kis színpadon nálunk lesz jó kis program, de 5-től megy a Kirtan Fest. Ezért szeretnénk benneteket kérni, gyertek el, aki még sose volt, akik voltak, írjátok kommentekbe, jöttek-e, írjátok kommentekbe, akik nem voltak, de jönnének, és majd próbálok párszor még jelentkezni hozzátok, és erről a kis búcsúról beszélni veletek, mert augusztusban is még egy másik programra fogok majd benneteket invitálni. Oké, köszönjük szépen, akkor várunk mindenkit a búcsúba, Krisna völgybe, július végén. Hare Krishna!